Sok szeretettel köszöntöm az Alföld Hír Podcast hallgatóit, én Újvári László vagyok, és a mai napon, mai adásunkban a külpolitikáról fogunk beszélgetni, nagyon sok aktualitás van napjainkban. Ezzel kapcsolatban nem is kérdezhetnénk hitelesebb és szakavatottabb személyt, mint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter urat köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Nem az interjú kedvéért járt Tiszafüreden a miniszter úr. Milyenek azok a két beruházás is átadtak a mai napon? Kettő éve tört ránk a koronavírus, amely először is egy egészségügyi vészhelyzetet okozott, utána pedig egy jelentős átrendeződést a világgazdaságban, mondhatni megbomlott a status quo, előállt egy nagyon komoly világgazdasági válság, és akkor egy nagy vita volt itt Magyarországon arról, hogy hogyan lenne érdemes, hogyan kellene kezelni ezt a válságot kormányzati eszközökkel. Az ellenzékünk vissza akar térni az általa már jól ismert 2010 előtti időszakhoz, és azt akartak, hogy minél több segélyt osszunk szét, aztán lehetőleg vegyünk fel hitelt, hogy még több segélyt oszthassunk szét, és ezáltal aztán gyakorlatilag egy komplett adósság csapdába kergessük bele az országot. Mi ezt nem akartuk, mi ragaszkodtunk a 2010-ben megkezdett sikeres gazdaságpolitikánk legfontosabb alapjához, ez pedig az, hogy nem segélyt, hanem munkát kell adni az embereknek, mert ha munka van, akkor minden van, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését fogjuk finanszírozni, ezért minden idők egyik legrobosztusabb gazdaságfejlesztési programját indítottuk el, olyan beruházás ösztönzési programot, amelynek keretében azt kértük, vártuk el a beruházó vállalatoktól, hogy az állami kormányzati támogatásért cserébe nem bocsátanak el senkit. Ugye ebben a programban több mint 1400 vállalat vett részt itt Magyarországon, közöttük a Tiszafüredi Abó Holding is, amely malomipari beruházást hajtott végre annak érdekében, hogy extrudált kukorica termékeket tudjon gyártani. Egy 400 millió forintos beruházás volt, amivel 60 munkahelyet mentettek meg. Ehhez a kormány adott 200 millió forintos támogatást, így most a cég a magyar élelmiszeripari piacon meg tudta erősíteni a saját pozícióját. Emellett pedig egy szívünkhöz azt hiszem kifejezetten közel álló, szívünket melengető beruházás végét is tudtuk konstatálni itt, hiszen az idős otthon, illetve a nyugdíjas otthon fejlesztése befejeződött. A rendkívül rossz energetikai jellemzőkkel rendelkező épületet sikerült úgy felújítanunk, hogy sokkal modernebb, korszerűbb körülmények között tudnak majd ott élni a nyugdíjasok az elkövetkezendő időszakban. Az energiaellátás az intézménynek is biztosabb lett, megcsináltuk a szigetelést, a nyilázárokat. Tehát egy olyan komplex fejlesztést hajtottunk végre, amely 105 millió forintos kormányzati támogatással összesen 122 millió forintból jött létre. Ugye fontos, hogy sokat beszélünk arról, hogy mi egy családbarát kormány vagyunk, aztán ha valaki erről beszél, akkor automatikusan arra asszociálunk, hogy akkor a fiataloknak otthonteremtési kedvezményt adunk, gyermeknevelési támogatást adunk, de a családba ugyanúgy, hogy a fiatalokat beleértjük, bele kell érteni a nagyszülők nemzedékét is, ezért az idősek iránti tisztelet is mindig egy fontos sarokkövét képezte a magyar kormány politikájának, és ebbe illik bele az a fejlesztés is, amelynek keretében most ez az idős otthon meg tudott újulni. Még egy kérdés erejéig maradjunk Tiszafürednél. Talán két és fél évvel ezelőtt, 2019 őszén éppen miniszter úr közreműködésével került a helyére az új főtérnek az alapköve Tiszafüreden. Azóta sok idő eltelt, számos beruházás megvalósult. Önnek is, ha jól tudom, ha információ nem csinálnak, akkor az egyik kedvence térsége a Tiszató. Hogy látja Tiszafüredet, a Tiszató régiót, illetve hol helyezkedik ezzel ma Magyarországon a turisztikai kínálatban például? Én azt gondolom, hogy fantasztikus ez a környék. Fantasztikus beruházások is történtek az elmúlt időszakban. Szerintem ma már a térség marketingje, PR-ja is eléri azt a szintet, amit már régen el kellett volna. A Tiszató térsége egyértelműen Magyarország egyik legszebb területe, ráadásul az egyik legvonzóbb turisztikai desztinációnk is kell, hogy legyen, aki idejön, szerintem nagyon
jó körülmények között tud, kellemes körülmények között tud feltöltődni. Azok a fejlesztések, amelyek a kerékpáros turizmushoz kapcsolódnak, amelyek bemutatják ennek a térségnek a természeti adottságait, amik a városban ahhoz szükségesek, hogy itt el lehessen tölteni több napot is egyhuzamban, ezek mind-mind példaértékűek, és örülök annak, hogy ami 2,5 éve itt elkezdődött, az ma már mindenki számára kézzelfogható jeleket produkál. És éles váltás lesz, de nem kerülhetjük meg. A szomszédunkban egy katonai konfliktus, egy háború zajlik jelenleg. Mi vezetett idáig? A háború az a lehető legrosszabb forgatókönyv. A háború az egészen biztosan nem válasz semmire, és hogyha egy ország szomszédságában háború van, akkor az nagyon nagy baj. Mert a háború az mindig biztonsági kockázatokkal jár. Ezért egy szomszédos országban világossá kell tenni, hogy mi a cél, mi a feladat, mi a kötelesség. És egyértelműen mi célunk, feladatunk és kötelességünk is az, hogy garantáljuk Magyarország kimaradását ebből a háborúból. Az nem lehet, hogy Magyarországot beleprovokálják, belekavarják, belesodorják ebbe a háborúba. Ennek minden eszközzel ellen kell állni, és mi ellen is állunk minden eszközzel. Ezért nem küldünk katonát vagy fegyvert, nem engedjük a fegyverek szállítását sem Magyarországon keresztül, és azt is világossá tettük, hogy azt sem fogjuk megengedni, hogy az árát ennek a háborúnak a magyar emberekkel fizettessék meg. Ezért is döntöttünk ugye úgy, hogy az energiaellátást abszolút vörös vonalként kezeljük, tehát az európai egységre igényt és számot tartó döntéseknél is ezt egy fontos szempontként kezeljük, és nem adjuk a támogatásunkat olyan kezdeményezésekhez, amelyek akár csak egy kicsit is kívások elé tudnák állítani a magyar energiaellátásnak a biztonságát. És abban reménykedünk, hogy a béketárgyalások, amelyek most már folyamatosan zajlanak, egyszer talán eredményt is elérnek, és akkor az oroszok és ukránok között megindulhat egy békefolyamat, megbékélés, amelynek eredményeként ennek az értelmetlen öldöklésnek véget lehet vetni. Milyen terhet ró ez Magyarországra, milyen feladatokat ró ez Magyarországra, illetve a magyar kormányra? Hát először is jött 260 ezer menekült. Tehát az ő ellátásuk az a kötelességünk, hiszen ők a háború elől menekülnek, szó szerint az életükért futnak, septiben összepakolt csomagokkal jönnek a nők, az anyák, a gyermekekkel, tényleg szívfacsaró látvány. Nekünk az a kötelességünk, és ez jön egyébként a keresztény mi voltunkból is, meg az emberiségünkből, hogy ezeknek a menekülteknek minden segítséget megadjunk szállás, ellátás és munkalehetőség tekintetében is. Tehát akik úgy döntenek, hogy hosszabb ideig itt maradnak, közöttünk maradnak, itt telepszenek le, itt élnek, számukra munka lehetőséget is biztosítunk, hiszen azt gondolom, hogy sokkal jobb az a menekültek számára is, hogyha nem segélyből, hanem munkából tudnak itt megélni. Emellett természetesen számolnunk kell a háborúnak a gazdasági hatásaival is, amit egyelőre még behatárolhatatlanok. A kontinens keleti és nyugati felek közötti együttműködés szálait gyakorlatilag napi jelleggel és módszeresen vágjuk el jelenleg, aminek a hatásait majd hosszasan kell elemezni, de a legfontosabb most az, hogy minél előbb béke legyen. Természetesen mi megvédjük Magyarországot, nem véletlen, hogy a honvédség jelentős erői összpontosulnak most az ország keleti határvidékén, tehát nem fogjuk engedni, hogy akár militáris vagy paramilitáris csoportok is beszivárogjanak vagy bejöjjenek ide Magyarországra, hiszen számunkra itt a legfontosabb, ugyanúgy, mint minden más döntésünknél, a magyar nemzeti érdek érvényre juttatása, vagyis hogy nem keveredhetünk bele ebbe a háborúba, és meg kell védenünk az ország területét, meg az itt élő emberek életét is ettől a háborútól. Nagyon éles a kontraszt a magyar kormány és az ellenzék hozzáállása, habitusa között is a háborúhoz viszonyulva. Az ellenzék beszél katonák küldéséről, beszél fegyverszállításról, gázcsapok eltekerését mutatják a tévében. Ilyen a felelősségteljes politizálás egy háború idején, mert sokakban felveti ezt a kérdést. Ha most a baloldal kormányozna, akkor az Magyarország számára hatalmas veszélyt jelentene, ugyanis az össze-vissza beszéd, a felelőtlenség, a meggondolatlanság az háború idején rendkívül kockázatos. Ugye háború idején a kimondott szónak majdnem olyan súlya van, mint a tettnek.
és amíg békeidőben egy-egy felelőtlen kijelentés fölött csak úgy el lehet siklani és el lehet könyvelni, addig háború idején súlyos következményei vannak a kimondott szavaknak is. Tehát amennyiben a baloldal kormányozna ma, Magyarországra rendkívüli veszélyt jelenteni, hiszen a baloldal minden olyan dolgot elkövetne, amellyel belesodorná Magyarországot ebbe a háborúba, hiszen hallhattuk most már több képviselőjüktől is, nem csak a vezetőjüktől, hogy katonákat küldenének, hogy fegyvereket küldenének, csalódottak amiatt, hogy mi nem engedjük át a fegyverszállítmányokat. Ráadásul olyan károkat okoznának Magyarországnak, amilyen intézkedéseket maga az Európai Unió sem vár el, tehát brüsszeliebbek a brüsszelieknél. Azzal, hogy a gázszállítások elzárását kezdeményezik, azzal gyakorlatilag szembe mennek az európai szabályokkal, amelyek világosan beszélnek arról, hogy a földgázszállítások semmilyen módon nem kerülnek szankciók alá. Azzal, hogy a paksi atomerőmű új blokkjainak építését akarják felfüggeszteni vagy elhalasztani, azzal négyszeresére növelnék a rezsiköltségeket, és egyébként az Európai Unió világosan kimondta, hogy a nukleáris ipar az teljes mértékben mentesül a szankciók alól, tehát teljesen értelmetlen, teljesen fölösleges, valamilyen külső megfeleléskényszertől vezényelt felelőtlen magatartást tanúsítanak, amely nagyon nagy bajt hozna Magyarország fejére, hogyha majd ők ülnének a kormányrúgnál. Április 3-án nem csak országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás, amelyek a háború megindulás előtt is sorsdöntő kérdésnek minősültek, hanem az új helyzet egy teljesen más megvilágításba helyezi április 3-át. Hát nézve, szerintem a parlamenti választás az 3 héttel ezelőtt is sorsdöntőnek volt minősíthető, most 3 héttel, látva az elmúlt 3 hetet pedig még inkább így van. A tét az egyértelmű, Magyarországra a béke és biztonság korszaka lesz a jellemző a következő időszakban, vagy a háborúskodás. És mi nem akarjuk, hogy Magyarországot beleprovokálják, belekavarják bármilyen háborúban, már pedig ha baloldal kormányozna, akkor sajnos ennek reális lenne a veszélye. Tehát amennyiben győzünk, és amennyiben Orbán Viktor alakíthat újra kormányt, akkor a béke és a biztonság lesz a magyar kormányzati politika fókuszában. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Kedves hallgatóink, ez volt már az a Földhír Podcast. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszélgettünk. Kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon, iratkozzatok fel a YouTube-on, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!